Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait mai sajtótájékoztatómon, melynek témája Válaszút előtt Európa. Én azt gondolom, hogy a héten nem csak válaszút, hanem választás előtt is van Európa, a tét pedig nem kisebb és nem kevesebb, mint hogy maradnak a globalista érdekeket kiszolgáló vezetők az Európai Unió élén, vagy egy szuverenista erőnek sikerül majd felülkerekedni rajtuk, és remélhetőleg, ha ez így lesz, akkor egy kicsit másabb irányt fog venni Európa, hiszen láthattuk, hogy a múlt héten egy szélső jobboldalnak titulált tüntetésen Mannheimben megkéseltek egy rendőrt, aki belehalt a sérüléseibe. Ez jól példázza, hogy gyakorlatilag potenciálisan mindenki ilyen veszélynek van kitéve, aki nyíltan meri vállalni nemzeti érzelmeit, és nyíltan meri vállalni hazafiságát. Én azt gondolom, hogy Németország és Nyugat-Európa intő és jó példa lehet számunkra, hogyha nem szeretnénk azt, hogy hazánkban is hasonló állapotok uralkodjanak, akkor talán idejében kéne ezt megelőzni, idejében kéne olyan lépéseket tenni, ami azt gátolja, hogy Magyarországon is a migráns bűnözés az elszaporodjon, és egy pár statisztikai adattal szeretném példával igazolni azt, hogy mit is értünk egészen pontosan migráns bűnözés alatt, hiszen hogyha megnézzük a németországi statisztikákat, akkor láthatjuk, hogy a droghasználat, a prostitúció, a szexuális erőszak és mindenféle fizikai erőszak az túlsúlyban nem német állampolgárok által van elkövetve, hanem más országokból érkezők által. Hozzátenném, hogy a második, harmadik generációs migránsok, ők ugye német állampolgársággal is rendelkeznek, tehát ez az arány, ez sokkal rosszabb annál, mint amit a statisztikák mutatnak. Olaszországban pedig lehet látni, hogy gyakorlatilag bandákba verődve harmadik generációs bevándorlókkal sem tudnak mit kezdeni, gyújtogatnak, fosztogatnak, folyamatosan rendbontást okoznak, és egész egyszerűen nem hajlandóak elismerni, hogy ők olasz állampolgárok is, nem hajlandóak európaiként viselkedni. Magyarországon azt gondolom, hogy ez a fajta viselkedési norma soha nem következhet be, már akkor nem következhet be, hogyha lesznek olyan politikai pártok és erők, akik tesznek ez ellen, hiszen látjuk, hogy a jelenleg regnáló Fidesz kormányzat igaz, a migránsoknak azt mondta, hogy nem jöhetnek be az országba, és megpróbálja megvédeni Magyarországot ettől a problémától és ettől a veszélytől, de ugyanakkor azt látjuk, hogy a gazdaság politikáját külföldi multinacionális cégekre építi, a külföldi multinacionális cégek pedig egytől egyig külföldi vendégmunkásokat szeretnének alkalmazni, éppen ezért látjuk, hogy tendencia már Magyarországon, hogy bizonyos gyárakban és bizonyos egységekben elbocsátják a magyar munkaerőt, és helyettük vendégmunkásokat vesznek fel. Én azt gondolom, hogy ezekben a városokban, ahol ez már probléma, és ahol ez már bevált szokás, ott lehet látni, hogy a lakosságnak hogyan gyűlik meg a baja, a harmadik világból érkezett emberek mennyire nem tudják az európai kultúrát és a szokást, a normákat elfogadni. Éppen ezért azt gondolom, hogy országos jelenségén nem szabad megvárni, hogy ez kinője magát. Azt gondolom, hogy június 9-e egy jó alkalom arra, hogy az emberek eldöntsék, hogy milyen Európában, milyen Magyarországon szeretnének élni. Mi Hazánk mozgalom szerint Magyarország a magyaroké.